Rákóczi Ferenc egy kiemelkedő személyisége a magyar történelemnek, egy igazi hős, akire máig büszkék vagyunk. A magyar történelem leghosszabb ideig tartó szabadságharcát vezette, és ebben a szabadságharcban egyébként leginkább a kurucokra számíthatott, arra a népre, amelynek utódai, leszármazottai ma is itt élnek Kárpátalján. És a második Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc megmutatta azt, hogy ha a magyarok összefognak, hogyha együtt cselekednek, akkor nagyon sok mindenre képesek, és példát tudnak mutatni a világnak is. Szerintem ez a példa ma is aktuális, és a második Rákóczi Ferenc emlékévnek is az a lényege, hogy mi magyarok emlékezzünk arra, hogy ha már egyszer valamire képesek voltunk, arra ma is képesek leszünk. Ezért van második Rákóczi Ferenc emlékév, és ezért aktuális ma is Rákóczi üzenete.